Deák Kristóf a feleségével, Nina Kovval, aki a film koreográfusa, valamint Udvardi Anna producerrel és a film felnőtt főszereplőjével, Szamosi Zsófiával ment fel a színpadra. A díjat családjának, feleségének és az őt felnevelő tanároknak köszönte meg, és a gyerekeknek ajánlotta. Elmondta azt is, hogy nagyon fontos filmnek tartja a tavalyi győztest, a Saul fiát, és nagy megtiszteltetés annak a filmnek a nyomába lépni. A Mindenki egy teljesen más jellegű film. Talán egy kicsit könnyebben rászánja magát a kedves néző, hogy megnézze, mert egy kicsit könnyedebb a téma. De én azért remélem, hogy a fontos üzenet, amit hordoz a film, az a legtöbb néző számára lejön, és nem csak a külső csomagolást fogják látni benne. Deák Kristóf 25 perces alkotása egy gyermekkórus életén keresztül mutatja be az összefogást. Egy kislányról szól, aki új iskolába kerül, és eleinte minden rendben is van, hamar lesz barátnője, és bekerül az iskola híres gyerekkórusába. Csak hogy hamarosan kiderül, hogy a kórust vezető tanárnő sajátos módszerrel éri el, hogy ne csúszanak hamis hangok az előadásokba, úgyhogy a lányok kitalálnak valamit, és szembeszállnak a hatalmat képviselő tanárral. A film korábban már Tokióban, Chicagóban és Berlinben is nyert fesztiváldíjakat. Egyébként botránnyal ért véget a 89. Oscar-díját adó. A borítékok összekeverése miatt a legjobb film kategóriában tévesen hirdették ki nyertesnek a Kaliforniai Álom, vagyis a La La Land filmet. Mint mondták, a hiba a borítékok összekeverése miatt történt. La La Land. A 2017-es Oscar díjátadó számos izgalmas percet hozott, de egy tévesen bejelentett győzelemre senki sem számított. A díjat bejelentő Faye Dunaway először a Kaliforniai Álom győzelmét jelentette be, majd miután már a producerek a színpadon voltak és a köszönő beszédeiket mondták, csak akkor derült ki, hogy valójában a Holdfény kapja a legjobb filmnek járó díjat. Ezt először senki sem értette, ugyanis az Oscar történelmében ilyesmi még sohasem történt meg. A Kaliforniai Álom című film 14 jelölésből csak 6 kategóriában nyert, köztük a legjobb betétdal, legjobb filmzene és legjobb rendező díját. A női főszereplők közül Emma Stone diadalmaskodott, viszont Ryan Gosling helyett Casey Affleck lett a legjobb férfi főszereplő.